Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket! A Bregyó Közi Regionális Atlétikai Centrumból jelentkezünk most közvetítésre egy egészen különleges futballmérkőzésről, amelyen mindjárt 6 másodperc után láthattak egy kapuralövési kísérletet, méghozzá a magyar összhaderőnemi parancsnokság csapatától. Ebből tehát kiderült, hogy ebben a mai döntőben, mert hogy ez egy döntő mérkőzés az összhaderőnemi parancsnokság és a kormányhivatal együttese között, ez tulajdonképpen egy hagyományos torna, és a selejtezők korábban már lezajlottak, és ahogy tavaly is, most is ez a két együttes jutott a fináléba, miközben egy óriási lehetőség Sári Csabától, aki kicsit egyedül maradt ott a kapussal szemben, és jobb lábas belsős lövése végül nem találta meg a kaput, és sok múlott Jurinka Zoltánon, aki a kormányhivatal kapuját védi. Szóval megismétlődik a tavalyi finálé, egy hatalmas bedobás, ami átszáll, és végül kimegy az alapvonalon. 5 plusz 1 fős csapatok tehát a pályán, piros-feketében a Honvéd stílusosan, és a kormányhivatal pedig sötét színben. Ők jobbról balra támadnak, 2x20 perc a mérkőzés időtartama. Közben egy gyönyörű csel a jobb oldalon. Egressi Gábor, névrokona sem csinálta szebben egy évtizeddel ezelőtt. Egyébként a 9-es számú Egressi, aki rátűzte a kapura ezt a bizonyos iménti lövést, a DAC-szal, a DAC színeiben bajnoki döntőt játszott, de nem futballban, hanem jégkorongban, mi több junior világbajnokságot nyert Egressi Gábor, focistaként sem megy neki rosszan, bár most róla megy ki oldalt a labda, úgyhogy a Honvéd hozhatja játékba a labdát, dobni és rugni is lehet oldalról, hazaadás nincs, ez is egy fontos szabály. Most már volt egy kormányhivatali helyzet is. Egyébként szinte adja magát, hogy a kormányhivatal és a Honvéd játssza a döntőt, hiszen a Honvéd utcában működik itt Székesfehérváron a Fejér megyei kormányhivatal. Egressi lódul meg a jobb oldalon, középen nincsen társ. Nagyon alá löbbölt Egressi ennek a labdának. 2006-ban játszott egyébként döntőt a DAC színeiben Egressi Gábor. A másik oldalon Szuper Levente állt az ellenfélnél, és egyébként egy csigolyatörés miatt kellett abba hagynia részben a jégkorongot, meg hát tovább is tanul aztán a junior világbajnok kapus Egressi Gábor. Most már azonban Gyenes Róbertnél a labda, ő hajította előre Kis Dávid felé. Oldalról jöhet a Honvéd. Szűcs. Ez így veszélytelen volt. Még nem kapott gólt a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokságának együttese a selejtező sorozatban, és egyébként a büntetés végrehajtás együttesét búcsúztatta a korábbi elődöntőben, ami a bronzmeccset illeti, a BV behúzta a vízügyi igazgatóság ellen, 4-3 lett annak a meccsnek a végeredménye, úgyhogy a bronzérem a BV együttesének nyakába kerül majd. Egressi szépen teszi át a túloldalra, hosszú volt Mellák Csabának. Jöhet a Honvéd. Nem jutott előrébb Sári Csaba. Tolna megyei egyébként. És hát a Honvéd akkor kétségkívül azért sokaknak eszébe jut a aranycsata, a labdarúgó NB1-ben, amely a videóton és a Honvéd között fog eldőlni. Megint Szűcsöt keresték ezzel a labdával, lepacsizik aztán Rauf Pállal, aki földre került. Közelebb lopózik most a kormány hivatal kapujához az összhaderőnem, és megint egy bedobás középre, és megint elszáll a lábak között, ez megint veszélytelen. Jobbára bal oldalról érkeznek ezek a beadások, ezek a centerezések. 0-0 a találkozó állása. Kovács. Már kint volt. Úgyhogy a polgárdi illetőségű Jankovics hozta nem túl jól játékba a labdát. Most visszaszerzi. Jurinka. Jurinka nem véletlenül van egyébként lilában, már csak azért is, mert a Real Madridnak szurkol. Miközben egy
röpke sérülés. Szűcs István húzta egy picit a lábát, de már jobban van. És jöhet az összhaderő, nem? Nagyon Ferren hazagurítja, illetve oda gurítja Jurinkának, aki tehát Real Madrid drukker csapattársaival ellentétben, akik jobbára a Barcelonának szurkolnak. Ez egy szép összjáték volt, megint Egressi volt a kulcs ebben az akcióban, Gyenes kigurítása után. Jöhet az összhaderő, nem? Támadása. Ez nagyon csínbe ment. Egressi nagyon aktív. Megpróbálta meghúzni a bal oldalon. Kovács Norbert állta útját. január 1. jött létre az összhaderőnemi parancsnokság, és ezt ünnepeltük, és ünnepeljük ma is ezen a bizonyos napon, ahol egyébként családi és sportnapra várják az összhaderőnem tagjait, a honvédeket és családjukat. A szervezők, Egressi, blokkolták a lövését, érkezik a társ, Kis. Nem jutott el a túloldalra, egy hatalmas kidobás. Ha Sári Csaba ezt megszelítette volna, akkor már csak a kapussal került volna szembe. Gyenes. Vég. Veszprémi. Vég a 14-es számú honvéd játékos. Jókor jött a mentés Fazekas Norbertől. Ő például fehérvári. Két fehérvári szerepel a kormányhivatalnokok csapatában. Próbálja beszorítani az összhaderőnem ellenfelét. Nem tudta lekezelni Hegedűs a labdát. És egy lövés, amely telibe trafálta Rauf Pált. Egressi ott maradt egyedül. Nagy a baj most a honvédnél. Gyenes. Gyönyörű védés. Hopp, egy picit kocolódott ott a boka, de mehet tovább Egressi. Vissza középre, kapufa! És ott a gól! Rauf Pál a gólszerző. És ezzel vezet a kormányhivatal együttese, és megtört a jég. De hát nyilván ennek az összhaderőnemnél nem örülnek. Ez volt az első kapott gólja a teljes tornán, a sorozatban az összhaderőnemnek. Tavaly egyébként 2016-ban a döntőben a kormányhivatal nyert. Ígéretes lehetőség. Megcélozta a hosszú felsőt a támadó. Jó volt az elképzelés. Vajon mi a válasza a kapott gólra az összhaderőnemnek? Nincsenek ehhez ők hozzászokva, hiszen, mint említettem, nem kaptak még gólt. Vajon ez lélektanilag mit jelent nekik? Egy élesen, keményen belőtt labda Szűcs Istvántól. Ő az NB3-ban is megfordult annak idején, Bodajkon és Velencén játszott. Egressi. És itt a felszabadítás. A gólszerző rúghatja vagy dobhatja be a labdát. És azt gondolom, már azért eljutottunk az első félidő derekáig, vagy talán azon is túl. 1-0-ra vezet tehát a kormányhivatal a Magyar Honvédség Összhaderő haderőnemi parancsnoksága ellen. A végére csak ki tudom teljes egészében mondani a hivatalos elnevezést. Jó a csel, Mellák, és ott a blokk. Lesz-e kontra? Ez itt a kérdés. Böröc. Érkezik mélységből a társ. Sári Csaba passzolt rosszul. Bedobással jöhet most Sári Csaba. Tolna megyei egyébként. Meg lehet, hogy Paks drukker. Az NB1-es Paks lelkesedése alig, hanem elkél most a honvédnél. Mármint a pályán látható honvédnél, lesz pedig egy falt.
Szűcs kerül földre. El is ismerte a szabálytalanság tényét a védekező hivatalnok. Gyámügyön, szabálysértési osztályon dolgoznak egyébként jobbára, vagy elsősorban, inkább azt mondtad elsősorban, a kormányhivatal együttesének játékosai. Jó helyről végezhet el szabadrugás Szűcs István. A 90-es években játszott a harmadosztályban. És a velencei évek emlékezetek számára elsősorban. Ő azonban nem lő, helyette Sári Csaba vállalkozott. Veszélytelen. Most inkább az összhaderő nem játékában van benne a gól, eltekintve ettől a szabadrugástól. Azonban megint Egressy kapja elő a labdát, laposan a jobb alsó felé. Jó kis löket volt Egressytől, kis hián ott volt a második találat. Rauf Pál góljával vezette hát a kormányhivatal, és közeledünk az első játékrész végéhez. Gyenes egy picit elszámította a labdát. Egyébként Oláh József, a csapatvezetője az összhaderő nemnek. Ugyanakkor viszont azt mondták a játékosok, hogy Oláh József gyakorlatilag egyfajta szövetségi kapitánynak tekinthető, és a csapatvezető, az edző pedig Gyenes Róbert a kapuban. De most nézzük a másik kapust, Jurinkát, a Real Druckert. Ó, ez nagyon szép! Fazekas bent tartja még a két négyes csatája. Sarokrugás harcolt ki Kovács Norbert a másik Norberttel. Ott a jobb oldalon Fazekassal. Jól jön középre, belekapott még Gyenes, újabb szöglet. Mélységből robbannának be, úgy látom, a kormányhivatal játékosai. A kapu előtérben gyakorlatilag senki sem tartózkodik. Most már igen. Nem Egressy kapja, hanem középre jön. És jöhet a kontratámadás. Szűcstől jó volt a passz, csak egy picit ütemtelen volt, úgyhogy Böröc mögé ment. Marad az 1-0-ás kormányhivatal vezetés, erre azonban le lehet csapni, így is van, ott a lövés. És egy felszabadítással felérő gyertya szöglet. Jó messzire megy a labda. Úgyhogy addig van időm elmondani, hogy gálaesttel, illetve hát közösségi programokkal ünnepelték az összhaderő nem napját itt Székesfehérváron. Május 18-a egyébként az összhaderő nemi parancsnokság napja. Hogy ez mennyire lesz a piros-fekete-fehér mezesek napja, az majd eldől. Szűcs próbálkozott közben. Egyébként ebben az összetételben még soha nem játszott együtt az összhaderőnem csapata. Azt mondták, hogy sokan sérüléssel küzdenek, és ezért vannak távol. És a kormányhivatal együttese továbbra is vezet, amely egyébként az országos döntőbe is bejutott, amelyet a kormányhivatalnokok számára szerveztek, és ott a legjobb 8-ba kerültek. Nézzük most Egressyt. Egressy megint. Az akciók azért jobbára onnan tőle indulnak, most épp a bal oldalon, és egy határozott Fazekas belépő után. Egressy. Ott a kiugratás, jó a passz, jó az jó ütemű is. Polgár Diankovics Tibor nem jutott tovább, most egészen hátra, hátulról próbál építkezni a kormányhivatal. Ott a lefordulás és ott a védés is. Gyenes tartja a lelket az összhaderőnemben. Na most végre kimondtam, tévesztés nélkül.
oldalról jöhet az összhaderő, nem? Hát a legnehezebb lehetőséget választották, volt ott szabad ember, Szűcs is kérte volna, úgyhogy Jurinka dobja ki. Egresi az ék, és Fazekas tisztáz. Mi több? Passznak sem volt utolsó, Szűcs pedig most lemarad a földön. Jankovics Tibor simogatja meg a buksiját. Rendben van Szűcs, legalábbis elsőre úgy tűnt, reméljük, hogy nincsen sérülés. Cifra. Nem cifrázza, inkább Melláknak adta Fazekas, íveli fel. Jurinka pedig már is dobja előre, ez így jó lehet. Hosszon tolta meg Jankovics. Ez pedig kint van. Kérdezik a játékosok, mennyi van még? Körülbelül 4 perc. Hogy abszolút benne vagyunk most az első félidő hajrájában, nem találja az ellenszerét a kormány hivatalnokoknak az összhaderő, nem Egresi, megint ott keverget, és kiharcol egy szabadrugást, méghozzá nagyon ígéretes helyről. Fazekas Norbert védekezett keményen, túl keményen. No, mi lesz a formáció? Két tagú a sorfal, közben Gyenes kapus felhívja védőtársak figyelmét, hogy ott vannak az emberek. Egy a hosszúnál, egy a rövidnél, középen is egy-kettő. Nem elégedett Gyenes a helyezkedéssel. Egresi! Mekkora gól! 2-0, egy nem akármilyen szabadrugás góllal. Két gólra növeli előnyét a kormányhivatal. Próbáltak figyelni a helyezkedésre. Egresi ezt alig, hanem észrevette. És laposan a jobb alsóba lőtt. Nagyon okos találat. Az első félidő hajrájában tehát tovább növeli előnyét a kormányhivatal együttese. Vajon fel tud-e állni a második játék részben az összhaderő, nem? Ez itt a kérdés. A támadások hatékonyságával, a kulcspasszok pontatlanságával van érzésem szerint a probléma. Kevésbé összeszedettek támadásban a piros-feketék. Ez jó volt az elképzelés. Saját játékos társba ment a löket. Cifra próbálkozott. Ha még itt a hajrában be tudna találni a honvéd, az igencsak érdekessé, vagy izgalmasabbá tenné a második játékrészt. Ez egészen bizonyos. Mellák bedobása. Jó, Fazekas. És ott a felszabadítás Egresi elől. Ketten egy ellen, hát ezt elszórakázták. A kormányhivatalnokok, nem volt túl precíz támadás, 2-1 mehettek. Közben csere az összhaderőnemnél. Böröc jött be. Kint van. És most már belül az utolsó egy percen. Már ami az első játékrészt illeti, úgyhogy nem is nagyon igyekeznek felhozni a labdát a sötétkék mezesek. Rauf és Egresi találatával vezet tehát a kormányhivatal az összhaderő nem ellen, itt a Bregyőközi Regionális Atlétikai Centrumban. Az időjárásra tulajdonképpen nem lehet panaszunk, ha csak nem az, hogy eléggé fúj a szél. Hát azért annyira nem, hogy az íveléseket elfújja. Szabadrugás, Szűcs István készítette el a labdát. Két tagú sorfalat kér Jurinka. Ebből alig, ha nem lövés lesz. Szűcs István.
nem lövés, legurítás. És megint nincs meg a kulcspassz. Pedig jó volt az elképzelés. Cifra nem tudott centerezni. Szűcs. Hárman is bent a kapu előterében. Jurinka. Egresi. Átemeléssel próbálkozott. Nem jött be. És ebben a pillanatban, kedves nézők, véget ér az első játékrész. 20 percnyi játék után Rauf és Egresi találatával 2-0-ra vezet az összhaderőnem ellen a kormányhivatal. Hamarosan megkezdődik a második félidő az összhaderőnem és a kormányhivatal összecsapásán. Itt a sorozat döntőjében Rauf és Egresi találatával vezet a kormányhivatal, úgyhogy megtörtént az, ami a sorozatban még soha is mindjárt kétszer megtörtént az első fél időben, hogy gólt kapott a Honvéd, az összhaderő nem. Keményen érkezett Szűcs. És egy picit előtte meg is csúszott a füvön Kis Dávid, de talpon. És megy be középre. Fazekas Norbert a bedobást választja, berugás helyett. Gyenes robbant ki a kapuból és öklözött. Jobbára ő tartotta a lelket az összhaderőnemben az első játékrészben. A Honvédnek hosszabb a kispada egy fővel. Ugye maximálisan 10 főt nevezhettek az együttesek. Kérdés, hogy ez a második játékrészben számít-e valamit a kormányhivatal együttes ellen. Utóbbi együttesben nagyjából 40 év az életkor, az átlag életkor. A támadó harmadban ez viszonylag kevés a pontos passz. És igazi helyzetet nem tudott még kialakítani az összhaderő nem. Ellenben ugye akcióból, illetve pontrugásból is betalált a kormányhivatal. Most nem értették meg egymást ott elől. Egresi szabadrugása az azt gondolom élmény számba ment, ami a második találatot jelentette ezen a találkozón. És hát a tavalyi döntő visszavágója az eredményt, illetve a mérkőzés kimenetelét illetően úgy alakul, mint az elmúlt esztendőben. Kicsit a tempó alább hagyott most azért az elmúlt percekben. Tehát még van vissza 18 perc. Ez kéz volt. Felpattant Kovács alkarjára a labda. Úgyhogy Egresi készülőt. Hát szabadrugáshoz legutóbb, amikor ugyanezt tette, akkor az az ő szempontjából, a kormányhivatalnokok szempontjából igencsak eredményesen zárult. Most mi lesz vajon a figura? Lövés vagy passz? Lövés! Hosszú alsóra célzott Egresi Gábor. Majdnem baj lett. Vég. Megpróbálta egy az egybe. Nem jött be, megvan még a labda, Sári. Az hosszú Szűcsnek. Ugye Szűcs István az összhaderő nem tízese, azért többször is földre került az első fél időben, és a lábát fájlalta. Ugye a korábbi bodajki és velencei labdarúgó
már nem tudom, milyen hatást gyakorolt az a néhány esés. Ez viszont így ígéretes lehet. Jankovics előtt adódott lehetőség. Egy picit kihagyott most az összhaderő védelme. Ott az érkező ember. Fazekas. Ez megmaradt helyzetnek. Rauf Pál és Egressy Gábor góljával továbbra is vezet tehát a kormányhivatal együttese Egressy. Jankovics vissza Egressy felé. Gyenes volt jókor jó helyen a polgárdi kapus tisztázott, aki egyébként a csapat vezetői feladatokat is ellátja. A Magyar Honvédség együttesénél. No, vajon ott lesz-e, ott lehet-e a Honvédban az átütő erő? Ebből a szituációból most egy falt jött ki. Itt pedig egy csúsztatás. És a sarokból jöhet pillanatokon belül Kis Dávid. Fazekas érkezett középen, nem jutott el hozzá a labda. Hegedűs védekezett volna Egressy, Egressy tör ki, meghúzza a jobb oldalon, ott a beadás. Rauf érkezett középen, a két gólszerző játszott össze, kis ilyen asszisztot adott most Egressy Raufnak, az első gólszerzőjének. Fazekas. Gyenes. Elcsúszott Sári Csaba, mielőtt eljutott volna hozzá a labda. Egressy! És most jöhet a Honvéd, jöhet az összhaderő, nem? Szűcs húzná meg a bal oldalon, még mindig ott van a labda. Sári volt ott középen. És eltöri most a labdát Szűcs. Fazekas Norbert készülődik egy felíveléshez. Labdát veszít a kormányhivatal, végteszi át a túloldalra. Melláknál dadogott a labda. Egressyt kereste ez a labda, nem találta. Gyenest azonban igen. Előre dobja a kapus Sári, két védővel a nyakán. Sári. Bocsánat, nem, ez Szűcs volt. Most majdnem Sári. De már Gyenes. Vég. Ott csak az ellenfél volt, Lacó Dezső, a kormányhivatalnokok legidősebbje a maga 52 esztendejével. Lacó végig lavírozott a középpályán, még végül Hegedűs tisztázott. Hegedűs Csaba. Nem mellesleg debreceni, úgyhogy nem a közelből érkezett. Tehát ha a futballt nézzük, Debrecenben azért most jóval kevesebb az öröm, mint mondjuk Fehérváron vagy a Honvéd házatájánál, hogy utóbbi kettő csatájából a labdarúgó NB1-ben melyik jön ki jobban, az majd eldől. Lehet, hogy akár ma este, de legkésőbb jövő hét végén. Jurinka. Egressy. Jó, lett volna az Jankovicsnak, de hosszú. Néhány húzásból is képes előre jönni a kormányhivatal. Akkurátusan, ahogy azt a közigazgatásban szokás. Jurinka Zoltán. Nem lehetnek rá mérgesek a társak. Már csak azért sem, mert nem kapott gólt. Pedig ugye Real Drucker még csapattársai jobbára a Barcelonának szurkolnak. Tehát itt most
A Honvédnak biztosan több szurkolója van Szűcstől egy ível, és ez jó lett volna, kicsit magas volt Mellák Csabának, hogy Csongrád megyében futballozott védőként, most elől találta volna meg a labda. És eljutottunk immáron a második játékrész derekához. 10 perce van még az összhaderőnemnek, hogy valamelyest összekapja magát, és mondjuk berámoljon kettőt a kormányhivatalnak. Mindeközben persze a védekezésre is figyelnie kell. Rauf, a mai első gól szerzője, tisztázott. Sári Csaba jöhet oldalról. A bedobást választja. Inkább jött adja Szűcsnek. Szűcs, az még úgy jó, le lehet fordulni. Jurinka. Sári Csabának ment a centerezés. Kicsit talán erőtlen volt a lövés, de szépen lefordult. Marad a 2-0-ás kormányhivatal vezetés. És most labdát veszít az összhaderő, nem? Jankovics. Jankovics teszi rá belsővel. Megszerzi és megtartja a labdát az összhaderő, nem? Sári Csaba kezdett volna szlalomozni, de kiharcol egy szabadrugást ígéretes pozícióból. Jöhet az összhaderő, nem? Szűcs István a labda mögött. Mellák Csaba megy be középre. Sári jobb oldalt, Böröc a rövid oldalon. Szűcs. Jurinka mozdult ki jól. Ott a lövés, kapufa! Szűcs megpróbálta oda helyezni. A hosszú alsóban nagyon jó volt a lövés és az elképzelés. A kapufa megmentette most a kormányhivatalt. Ez is jó még. Cifra. Szűcs. Szűcs, lövésből lesz a gól, úgy is van. Az ismétlés már kevésbé volt ígéretes. Böröc lőtte fölé. A második játékrészben inkább az összhaderő nem irányítja a játékot. Kicsit elfogyott elől a kormányhivatal, de lehet, hogy most rácáfolnak erre. Rauf Jankovics összjáték befejeződött. És egy lövés! Most már bátrabban játszik az összhaderő, nem, mint az első játékrészben. Cifra próbálkozott. Jurinka előre. Marad a 2-0-ás kormányhivatal vezetés. Lacó Egresi felé. Átemelésnek sem volt rossz. És közben lent marad egy piros-fekete. De nem állt meg a játék. Úgyhogy a sarokból jöhet az összhaderő, nem? Közben jön oldalról az interem Lacó Dezsőtől. Úgy figyeljenek a védők. Ott bent a kapu előtt. Sári Csaba érkezett középen, most azonban kontrázhat a kormányhivatal. Nagyon nagy védés Gyenestől. Egresi, még mindig Egresi. És önfeláldozóan Böröc blokkolt. Kéri a hosszú, Jankovics. Marad a labda a kormányhivatalnál. Kis.
Kis Dávid kemény bedobása után Sári jöhet. Érkezik a társ. Sári. Szűcs. Egészen mélyen Szűcs István. Az jó lehet még. Sári Csaba. Jól érkezett Jurinka. Szűcs. Cifra. Sári. Megint lehet, hogy lefordul. Sári már a lövése nem jutott ideje, de még mindig a labda az összhaderő nemnél. És ez még bent tartja Cifra. Cifra! Bedobással folytatódhat a játék. Miközben belül vagyunk most már az utolsó 5 percen. Továbbra is bajban az összhaderő nem, mert hogy ellenfele a kormányhivatal 2-0-ra vezet. Egresi. Szép labdalevétel. Jankovicsot kereste a labdája. Böröc. Egresi lépett közbe, és 2-1-be mehet a kormányhivatal. Szűcs. De még mindig ott van. Ó. Kis Dávid lábában ott volt a lehetőség, de a lába nem találkozott a labdával, és ez lett a veszte ennek az ígéretes helyzetnek. Sári Csabának ez magas volt. Jurinka volt a helyén. Egresi közben. Marad a 2-0. Egresi nem gyarapította csapatának, csapata, illetve saját góljai számát. Néma maradt a játékvezető sípja, úgyhogy oldalról jöhet. Bedobással az összhaderő nem Sári. Sári, ő dobta, de már is ott van középen, elcsúszik. És ebből jöhet most a kormányhivatal. Egresi a túloldalon. Ez hosszú. Jankovicstól kapta a paszt. És hát most már igencsak igyekeznie kell az összhaderő nemnek. Talán 2,5 perc lehet hátra. 3. Hát csúszkálnak bizony a játékosok olykor-olykor. Pedig azt nem lehet mondani, hogy eső áztatta a Bregyó füves pályája. Hát a kormányhivatal most ráér. Rauf az első gól szerzője. Az is megvan még, Jankovics. Oh, Oxival Szűcs. Szűcs. Vég. Vissza Szűcsnek. Kovács, Szűcs. Sári felé. Még mindig ott van. Sári. Öröc várta középen a labdát. Szűcs. Hosszú. 2 perc maradt hátra, kedves nézők, a döntőből nagyjából körülbelül. Ennyi ideje maradt az összhaderő nemnek, hogy bekotorjon 2 gólt a kormányhivatal kapujába. Sári. Jurinka tornázta ki a léc alá tartó labdát. Szűcs. Vissza. Hú. Böröc teljesen egyedül várta középen a hosszún a labdát. Jurinka volt megint résen. Sári. Egyre veszélyesebben kevergetott Sári. Miközben Egresi elől. De már szabálytalanság. És belül most már az utolsó 1 percen. Nem a felívelést választja Víg. Inkább próbálják kipasszolni a kormányhivatalt. Víg.
hát inkább elmegy a távolra gurult labdáért Jurinka Zoltán, mint sem, hogy azt válassza, amelyeket közben begurítottak oldalról. Taktikus. Előre hajítja Egresi felé. Kovács Norbert érkezett. Egresi. Érkezik mélységből is a társ. Egresi egyedül próbálkozik, még egy cselt is bevet, de hát elcsúszik, úgyhogy Kovács jöhet. Kovács. Kovács egy lövés. És egy szöglet következhet, amely talán az egyik utolsó momentum lesz ezen a mérkőzésen. Kovács. Sári kérte, nem kapta, és nem is megy ki. Jankovics. És ez az utolsó akció a találkozón. Kedves nézők, ahogy az elmúlt esztendőben, úgy most is legyőzte a kormányhivatal, az Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság együttesét. Ha minden igaz, akkor tavaly talán büntetők döntöttek, most azonban a rendes játékidőben dőlt el a mérkőzés. Rauf és egy szépségdíjas egresi szabadrugás góllal győzött a kormányhivatal együttese itt a Bregyóközi Regionális Atlétikai Centrumban. Megvédte tehát bajnoki címét a kormányhivatal együttese.